Extrém magas hőség jellemezte az utóbbi napokat, és ez együtt járt az extrém erős UV-sugárzással is. Ez ellen védeni kell a bőrt, mert az ultraibolya sugárzás megégeti, illetve öregíti. De akár rákot is okozhat a sok napsütésnek kitett bőrön, ezért kerülni kell a közvetlen napfényt. A fényvédő krémek alkalmazása alapvető, de ez nem elég a szakember szerint. Fontos kiemelnem, úgy érzem, az UV-szűrős ruházatokat, és ezt lehet strandon is alkalmazni, nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttek is használhatják. Szintén kapható ing, túranadrág, például UPF-es, azaz UV-szűrős anyagból ma már. Fontos a kalapviselése is, ami ugye védi az arcot is egyébként az extrém UV-sugárzástól, a szemüvegről ne feledkezzünk meg, a napszemüvegről. Hiszen az erős UV-sugárzás károsíthatja a szemet is. Az UVA és az UVB-sugárzás a föld felszínig hatol, a napból kiindulva. Az UVC-t teljesen elnyeli a légkör. Ha a fényvédőkrémet választunk, akkor ugye mind a két spektrumot érintse ez, az UVA és UVB is kiszűrésre kerüljön, és megemlíteném azt, hogy az ablaküvegen keresztül ugye az UVA az áthatol, ami, ahogy említésre került, az kevésbé rákkeltő hatású, de sok van belőle, így az ellen is kell védekezni. Fontos az, hogy az UV-sugárzások azok vissza is verődnek a különböző felületekről. Így például a homokról, ezért a tengerparton is nagyobb dózis éri a bőrt, valamint a vízbe is lehatol egy bizonyos mélységig ez a sugárzás, ezért ott sem vagyunk védve teljesen.